Két hete országszerte hozzávetőlegesen 1,2 millió gyermek kezdte meg az iskolát és óvodát. Az oktatás hagyományos keretek között indult el, így a fiatalok és a pedagógusok egészségének védelme érdekében számos óvintézkedés lépett életbe. Hello. Ez a lázmérés a Continental Arena bejáratánál történik. Minden vendéget és ott dolgozót ellenőriznek. A beléptetés számos iskolában és óvodában is zajlik, október 1-től pedig már minden oktatási intézményben kötelező lesz. Ha valakinél lázat állapítanak meg, nem mehet majd be az adott épületbe. Ha az iskolában azt tapasztalják, hogy egy gyereknek, tanárnak vagy egyéb alkalmazottnak koronavírusos tünetei jelentkeznek, akkor az illetőt azonnal el kell különíteni. Ugyanez a szabály vonatkozik a kollégiumokra is. Ha egy diák igazoltan fertőzött, az érintett osztályból minden diákot haza kell küldeni, ők pedig kötelesek telefonon jelentkezni a házi orvosuknál. Ezt követően két lehetőség van, 14 napra önkéntes otthoni karanténba kell vonulni, vagy tesztet kell végeztetni. Az iskolába csak azt követően mehetnek vissza, ha rendelkeznek két negatív koronavírus teszttel. Nem tét nélküli az iskolák számára a jogkövetés. Az országos tiszti főorvos ugyanis elrendelte, a jövőben szúró próbaszerűen ellenőrzik az iskolák felszereltségét és a szabályok betartását. Ezt a kormányhivatalok népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalok tehetik majd meg. A tanév kezdet óta az országban 7 oktatási intézményből kerültek ki igazoltan fertőzött személyek. Megyénkben is számos iskolában vannak karanténban osztályok. A szerdai kormányülésen egyéb területeket érintő szigorításokról is döntés született. Ennek értelmében, mivel nagy a kockázata annak, hogy a vírus tovább terjedne, érvényben maradnak a beutazási korlátozások. Jelentősen szűkül az éjjeli szórakozás idősávja, október 1-től legfeljebb 23 óráig tarthatnak nyitva a bárok és szórakozóhelyek. Hatósági áras lett a koronavírus teszt, a jövőben legfeljebb 19.500 forint kérhető el érte. Kiterjesztették a maszkviselés szabályait is, a boltok és tömegközlekedési eszközökön túl így már a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az ügyfélfogadási irodákban is kötelező lesz az arc eltakarása. Az elmúlt napokban egyébként folyamatosan hullámzott az új fertőzöttek száma az országban. Csütörtökre 710 új megbetegedésről számoltak be, és elhunyt 9 idős krónikus beteg a vírus következtében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tegnap óta 33 új megbetegedést regisztráltak, ez Budapest és Pest megye után a legjelentősebb emelkedés Magyarországon. Országszerte jelenleg 10.280, megyénkben 501 az aktív koronavírusos esetek száma.